Árvizek sújtják Spanyolország északkeleti részét szerda óta, amit a heves esőzések okoznak. Tarragona térségében továbbra sem szűnik a csapadék. Északabbra, Alcanarban alig 6 óra alatt négyzetméterenként 250 liter esőt mértek. A hirtelen áradások gyors folyású patakokká változtatták az utcákat. Autókat sodortak el egészen a tengerig, a házakat és az üzleteket elöntötte a sárral és törmelékkel teli víz. Az özönvízszerű esőnek itt nem voltak halálos áldozatai. Majorkán azonban két fiatal német turista fulladt vízbe az éjszakai fürdőzés közben. 23 és 25 évesek voltak. Pinarosa városában lassan normalizálódik az élet a Dana nevű vihar elmúltával. Itt egy óra alatt 159 liter csapadékot regisztráltak négyzetméterenként. Nem csak a tengerparti részek, az ország belső régió is víz alá kerültek. Egyes területeken a záporokat és a viharokat jégeső is kísérte, amely tönkretette a termést. Legutóbb két éve, szintén szeptemberben végzett drámai pusztítást az ár Spanyolországban. Akkor halálos áldozatai is voltak a természeti katasztrófának.